Ukrajna a NATO országok támogatásával szembe tud szállni Oroszországgal a háborúban, és a következő csúcs találkozó az agresszor felett aratott győzelem bizonyítéka lesz az én közvetlen részvételemmel, jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök a madridi NATO csúcs találkozó résztvevőihez intézett videóüzenetében, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Beszédében Zelenszky megjegyezte, hogy a jelenleg Madridban zajló csúcs találkozó döntő fontosságú lehet mind Ukrajna, mind a NATO számára. Bízom benne, hogy ennek a csúcsnak az eredményeit és azt, hogy mi lesz a NATO jövője, az egy év múlva esedékes következő csúcs fogja megmutatni, és az önökhöz intézett beszédem a szövetség következő csúcs találkozóján jövőre az én közvetlen részvételemmel a közös győzelmünkről fog tanúskodni, hangsúlyozta az ukrán elnök. Egyben felvetette, hogy jövőre más lehet a helyzet, ha Oroszország háborút indít más államok, köztük a NATO tagországok ellen. Oroszország céljai ismertek, nyilvánvalóak. Az orosz vezetés másképp látja a világot, nem úgy, mint önök. Litvániát például nem az önök szövetsége tagjának, hanem a Szovjetunió köztársaságának tekinti. Számunkra ez a múlt, de ők ezt mint lehetséges jövőt szemlélik. Ismét rabságba akarják dönteni, szögezte le Volodymyr Zelenszky. A NATO csúcsot június 28-a és 30-a között tartják Madridban. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter kijelentette, hogy az állami költségvetésnek mindössze 62%-ára van fedezett, nem beszélve a katonai kiadásokról. A májusi infláció elérte a 18%-ot. Ukrajnában jelentős GDP csökkenés várható az infrastruktúra tönkretétele és a kieső üzleti bevételek miatt. Elmondása szerint a pusztításból származó veszteségek körülbelül 103,9 milliárd dollár tesznek ki. A háború havi 5 milliárd dollárjába kerül Ukrajnának. Marcsenko hangsúlyozta, az orosz invázió kezdetén kaptunk pénzügyi támogatást az EU-tól, ám a mostani összegek nem elegendőek az összes költség fedezésére. Vannak megállapodásaink nemzetközi partnereinkkel, ám a támogatás folyósítása időigényes, mondta a pénzügyminiszter. Éjszaka érkezett meg az Ungvári Gyermekkórházba Czap Andrea, a Tisza Európai Területi Társaság igazgatójának kíséretében a hollandiai Barneveld város újabb segélyszállítmánya. A rakomány matracokat, párnákat, orvosi műszereket és higiéniai eszközöket tartalmazott. Tulajdonképpen ez most egy nagyobb szállítmánynak a második része. Egy héttel ezelőtt voltunk itt egy holland delegációval, és akkor érkezett itt az Ungvári Kórház számára 60 darab matrac, új matrac, matracvédő, párna, paplan és ágynemű húzat az, itt az ágyak felújítására, és ennek jött most a második részlete, a plusz még 30, így a 110 ágyból 90 ágyra tudtunk új dolgokat biztosítani. Hoztunk még gyógyszereket, gyermektápszereket, gyermekek számára pelenkákat, és olyan gyógyászati segédeszközöket, maszkokat, kesztyüket, illetve műtős ruhákat, amire éppen is szükség van, illetve mivel nagyon jó kapcsolatban van az Ungvári Gyermekkórház a Munkácsival, ide szoktuk elhozni egy gyűjtőpontszerűségnek, és innen ők már tudják továbbvinni Munkácsra is. Tehát tulajdonképpen mi így két kórházat is tudunk segíteni egyszerre. A Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás a háború első napjaitól kezdve a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel, a Kárpátalja Házzal és számos civil szervezettel közösen széleskörű humanitárius tevékenységbe kezdett. Ahogy megtudtuk a hírekből, hogy mi történt, mi már 24-én este összeültünk, és úgy gondoltuk, hogy a Tisza ETT ez egy megfelelő eszköz arra, hogy segíthessünk, és 25-én délelőtt egy koordinációs központ jött létre Kisvárdán, a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel és a Kárpátalja Házzal együtt létrehoztunk egy koordinációs központot, és a helyi civil szervezeteknek köszönhetően egy óriási nagy humanitárius munka indult el. Czap Andrea TV21 stábjának elmondta, a koordinációs központ az önkéntesekkel és adományozókkal karöltve addig folytatja humanitárius tevékenységét, amíg szükség van rá. Hamarosan csatlakoznak hozzánk
június 29-én 10. alkalommal rendezték meg a Buzánszki Jenő labdarúgó kupát, melynek a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum adott otthont. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója elmondta, hogy a jelenlegi nehéz körülmények ellenére is egyre népszerűbb a megmérettetés, amelyre idén 13 csapat nevezett be. A 10 év alatt több mint 1000 gyermek vett részt a mérkőzésen, és úgy gondoltuk, hogy a háború árnyékába is meg kell szerveznünk ezt, és a gyerekek nagyon örültek. 13 csapat nevezett be, közülük 11-en érkeztek meg a versenyre, Kárpátalja különböző területeiről. Három kategóriába lehetett jelentkezni, általános iskolás fiúk, középiskolás fiúk, és a lányok kategóriája az vegyes lehetett. Sajnos csak egy lánycsapat jelentkezett, így ők ma nem tudnak játszani, mert nincs ellenfelük, de a fiúk játszanak majd a kupákért, érmékért. A kupákat a Nikén Sport Egyesület ajánlotta fel, hiszen 10 éve mindig ők ajánlják fel. A verseny lebonyolítását és megvalósulását pedig a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor alap támogatja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek amellett, hogy versenyeznek, élményt is gyűjtsenek, fontos, hogy mozogjanak, fontos, hogy lássák, hogy itt vagyunk, támogatjuk őket, számíthatnak ránk az alapítványra.